Köszöntöm a Kölcsér televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelet című műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. Európa bajnok lett a sportlövő Agádi Vilmos. Döntetlent játszó Gyirmuton a Kisvárda Mastergood. Négy érmet szereztek a téli dobóbajnokságon a nyíregyházi atléták. Negyedik tavaszi meccsüket is megnyerték a kisvárdai kézisek. Díjazták a megye labdarúgásának legjobbjait. Egy vereség és egy győzelem az NKS elmúlt heti mérlege. Európa bajnokként ért haza a győri kontinens viadalról Agádi Vilmos, a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület versenyzője, aki a légpisztoly vegyes páros száma után a győri Major Veronika társaságában állhatott fel a dobogó legfelső fokára. Számomra csak a részvétel volt a fontos, nem volt semmi különös célom, csak jól akartam szerepelni és a szövetség elvárásait teljesíteni. Ez több mint jól sikerült, ugye két számban indult, már kezdjük azzal, amik a sikert hozta. Ez egy új versenyszám, mit kell tudni róla, és mi alapján került melléd a partnered? Vegyes párosnak hívjuk, egy lány és egy fiú lövi. Jelen esetben ugye juniorok és felnőtteknél is már megjelent. A válogatókon raktak össze minket a legjobb juniort és a legjobb fiú lövőt. Mindketten 25-öt lövünk, és utána a döntőre kerül sor, amit ugye sikerült megnyerjünk. Mikor érezted azt, hogy ebből valami nagyon szép dolog is kisülhet? Az elődöntő vége, utolsó lövéseinél kezdtem érezni, hogy ki nem vagyunk, ezt meg is nyerhetjük akár. Előtte, igazából a döntő előtt nagyon izgultam, de ott döntöttük el, hogy akkor mindent beleadunk, és tényleg kihozzuk a legjobbat. Van olyan, hogy egy nap felébresz, vagy egyszer csak egy olyan érzés megszáll, hogy most minden sikerült, tehát szinte nem tudsz hibázni? Van, de sajnos nagyon ritkán. Ez a nap nem olyan volt, ezért volt nagyon nehéz úgy versenyezni, hogy tényleg ma mindent ki kell hozni abból, ami van. Milyen volt egyébként az Európa-bajnokság hangulata? Szerintem nagyon jó. Összehasonlítási alapom ugye nincs, mert az első Európa-bajnokságom, de más nemzetközi versenyekhez képest szerintem nagyon-nagyon jól megszervezték a győriek. Rajthoz álltál ugye az egyéni számban is, az hogyan sikerült? Sikerülhetett volna jobban is, de meg vagyok vele elégedve. Igazából az eredmény a szövetségnek megfelel. Nekem is szerettem volna kicsit jobban sikerül, de hát majd a következő. És milyen versenyek leszek a következők? Az idei évre tekintve egy picit még akár előrébb is. A reményeim szerint az 50 méteres Európa-bajnokság, ugye az tűzfegyveres, és szeretnék Pilsenbe jutni a olimpiai reménységek versenyére. Azt nem kérdeztem még, hogy mennyi munka van előtt az Európa-bajnok aranyére mögött, magyarul mikor kezded és mennyit készülsz? 2013. októberében kezdtem, azóta heti 3-4 edzésen járok, készülhet órák munkája naponta, benne van. Forgunk. Amikor az év elején beszéltünk, azt mondtad, hogy nagyon várjátok a győri Európa-bajnokságot, gondoltad, hogy ilyen szereplés lesz a vége? Igazából nagyon reménykedtem benne, de azt hiszem, hogy az álmainkat is felülmúlt a gyerekeknek a teljesítménye. Nagyon ügyesek voltak, és természetesen nagyon komoly edzésmunka állt az eredmények mögött. Mekkora volt egyébként az Európa-bajnokság, hány országból, hány versenyző volt Győrben? 47 ország érkezett Győrbe, és közel 600 versenyző vett részt az Európa-bajnokságon. Szerinted mivel nőttek a mezőny fölé a fiatalok? Én úgy gondolom, hogy nagyon higgadtak voltak, nagyon rákészültünk erre a versenyszámra, és próbáltuk tényleg a maximumot kihozni belőlük. És amikor a gyerekekkel utána beszélgettem, akkor mondták, hogy egy óriási nagy dopingot adott nekik, hogy magyar közönség előtt lőhettek, és hát természetesen mindenki nekik szurkolt. Mit jelentett a Nyíregyházi Polgári Lövész Egyesület számára ez az Európa-bajnoki aranyérem? Ez egy óriási nagy megtiszteltetés számunkra. Én úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok gyereket fog ösztönözni arra, hogy dolgozzon, hogy kitartson, és hogy a lövésportot kipróbálja magát. Döntetlent játszott Gyirmuton a Kisvárda Mastergood. A mérkőzésen nem esett gól, így a várdaiak második tavaszi meccsükön is egy ponttal gazdagodtak. Ez a mérkőzés kísértetiesen hasonlított az őszi kisvárdai mérkőzéshez. Ugye annyi volt a különbség, hogy ott sajnos a 88. percben gólt kaptunk, most nem. Ugyanúgy megvoltak a helyzeteink, mint akkor ősszel idehaza. Sajnos a gól hiányzott a játékunkból, az volt az évetűn a pont, ami most lemaradt, és így csak egy pontot tudtunk hozni. Két idegenbeli meccsen kétszer egy pontot szerzett a csapat. Mennyire értékes ez a két pont a körülmények tükrében?
Úgy gondolom, hogy mindenféleképpen értékes. Ugye az első mérkőzésen emberhátrányban játszottunk, azt elmondtam akkor is, hogy nagyon értékes a pont, hiszen eddig még az őszi szezonban senkinek nem sikerült pontot szerezni. Mi voltunk az elsők a tavasszal is, illetve hát most azóta már a Mezőkövesd emberhátrányban tudott 3 pontot szerezni. Most pedig hát azért csak a bajnok esélyes csapatnak az otthonába léptünk pályára, ahol úgy gondolom, hogy mindenféleképpen mi domináltunk, minden tekintetében az ellenfél fölé tudtunk nőni, sajnos a gól hiányzott ahhoz, hogy több pontot tudjunk hozni. A szezon kezdés elő szó volt arra, hogy picit más fog játszani csapat, tekintve, hogy többször játszik idegenben, az eddigi 2 meccsen azt nyújtották a fiúk, amit váltatok. Igen, úgy gondolom, hogy jó úton vagyunk. Mindenféleképpen dicséretes a játékosoknak a hozzáállása, megvan a futásmennyiség. Igazából tényleg, ami a múlt héten bementek, hiszen akkor ugye 3 gólt sikerült szerezni, most sajnos Ebő Zsolt az útját állt a labdáknak. 2 forduló telt el még a tavaszi szezonból, de már látszik, amit te is említettél, hogy nagyon kiegyenített a bajnokság, sok a döntetlen és sok az 1 gólos különbségű mérkőzés. Végig ilyenre lehet számítani? Szerintem igen, sőt még ennél élesebbek is lesznek a mérkőzések, hiszen ahogy mondtam, a tavaszi pontok mindig drágábbak, mint az ősziek, hiszen itt már azért csak a feljutás kérdéséről, illetve a bennmaradásról fognak szólni a mérkőzések, úgyhogy ennél csak élesebb meccsek lesznek, biztos vagyok benne. Hétvégén újabb idegenbeli meccsorozatban a 3. a Szeged ellen léptek pályára. Milyen esélyekkel, mit mutatott a Szeged az eddigi 2 meccs? Hát ugye sajnos ők kikaptak mind a 2-szer. Én úgy gondolom, láttam a Szegedet élőben Gyirmoton játszani. Ott azt mondom, hogy azért domináltak, illetve agresszíven léptek fel. A mostani mérkőzést még nem tudtuk megnézni, de mindenféleképpen egy erős csapat otthonába megyünk nekünk. Szerintem ott a legnagyobb ellenfelünk a pálya lesz. Képességekben biztos, hogy jobb állapotban van a csapat, mint a Szeged, illetve jobb játékosok alkotják a mi keretünket, de ugyanazzal az alázattal kell futballoznunk, ahogy eddig tettük, és akkor azt a mérkőzést viszont már meg lehetne nyernünk. Lesz-e, van-e hiányzó, aki valamilyen ok miatt nem tud pályára lépni? Jelen pillanatban nincs, ugye a Kulcsának is letelt az eltiltását, illetve hát annyi, hogy a Kornutyák és a Kardos Norbi hosszabb ideje sérült. Hát őrájuk még nem lehet számítani, de a jelenlegi keretből nincs. Szombathelyen rendezték meg az atléták téli dobóbajnokságát, ahonnan a nyíregyházi versenyzők 2 ezüst és 2 bronzéremmel tértek haza. 4 éremmel elégedett vagyok, mert körülbelül ennyit terveztünk. Igaz, hogy a versenyzők nagyobb része hozta is a teljesítményt, az elmárt eredményeket, viszont a legfontosabb, illetve a legeredményesebb versenyzők az nem igazán, és ez rányomta a bélyegét az egész versenynek az eredményességére. Milyen volt a mezőny egyébként, ott volt-e mindenki, aki számít a dobószakákban? Így van, hiszen ez egy ugye magyar bajnokság, a dobók 90%-a, inkább a gerelyhajítók, akik ugye nem vesznek részt ilyenkor ezen a bajnokságon, de abban nem voltunk érintettek. A többi versenyszám ott volt az a teljes magyar élmezőny. Azért említsük meg az érmesek neveit, fussunk végig rajtuk. Így van, tehát az ifjúsági fiók közül Urbán Ánkos lett 3. súlylökésben, diszkoszvetésben Zsiga Kinga lett ezüstérmes, a lányom Kerekes Dóra lett ezüstérmes, illetve Kerekes László bronzérmes a súlylökésben. Említetted legalábbis eddig név szerint, nem mondtad Szikszai Robit, neki mennyi jelentett gondot itt a nyári versenyek szempontjából az, hogy most csak idézőjelben így sikerült szerepelnie? Igazából technikai problémák vannak, amit azt hiszem, hogy már azt hittem, hogy már túl vagyunk ezen, hiszen tavaly is ezzel a gonddal problémával küzdöttünk. Nagyon jó állapotban, nagyon jó melegített, a versenyzés nem sikerült, tehát van még mit javítani. Úgy gondolom, hogy tudjuk a hibát, tudjuk, hogy mit kell csinálni, és bízom abban, hogy ezt helyre fogjuk hozni. Hogy néz ki a következő hetek felkészülési programja? Most maradunk itthon, Nyíregyházán, itt fogunk készülni március 27-ig. Még egy kisebb alapozást fogunk elvégezni, aztán Portugáliába megyünk egy 2 hetes edzőtáborban, majd hazajönünk 1 hétre, és aztán Montenegróba megyünk még 2 hétre. És aztán kezdődik a versenyszezon, és kezdjük az eredményeket gyártani. Milyen reményekkel vágtál neki ennek a téli dobóbajnokságnak, és mennyire vagy elégedett az ezüstéremmel és az elért eredménnyel? Elégedett vagyok vele, szerettem volna nagyobbat dobni, de a helyezés ez volt a kitűzött cél, úgyhogy úgy gondolom, hogy így első versenynek jó volt. A felkészülés derekán tartotok, hogy érzed neked, hogy sikerült eddig a felkészülés? Úgy érzem, hogy jól sikerült, jó erőben érzem magam, és remélem, hogy jó lesz. Számodra mi az idei főverseny? A felnőtt Európa-bajnokságra szeretnék kijutni, még oda a szintet kell teljesíteni, úgyhogy most arra készülünk. A mezőny és a formád ismeretében mennyire vagy elégedett ezzel a 4. helyen, ami Szombathelyen szereztél? Őszintén szóval nem vagyok elégedett se az eredménnyel, se a helyezéssel.
bár azt leszámítva, hogy a héten vagy múlt héten edzőtáborra voltunk Tatán, nem edzettünk úgy, de a dobás sem ment úgy, meg úgy előtte se dobáltam 56 méteren a nagyobbat, végül is így utána belegondolva jó az az eredmény. Szerettem volna egy olyan egyéni csúcs közelébe, egy 59-60 méter körül dobni. Ez most nem jött ki, hát majd a következőkben két hét múlva utazunk ugye elvileg az Európa kupára, aztán majd ott hátra kijön ez a 60 méteres dobás. Egyébként milyen formában érzed magad, hogy sikerült eddig a felkészülés? Ugye novemberben kezdtük az alapozást. Hát a tavalyhoz képest jóval előrébb vagyok. Hát bízok benne, hogy ugye a 63 méteres szint ugye az Európa bajnokságra ki fog jönni nyárára. Negyedik tavaszi meccsét is megnyerte a kisvárdai KC. Rácz Sándor együttese a sereghajtó Füzesabony otthonából tért haza 36-21-es sikerrel. Én úgy gondolom, hogy amit nem tudtunk ősszel, most már tudjuk realizálni, tehát a két csapat közt van valami különbség, már pedig a tabella nyilván ezt mutatja, akkor ezt most már a pályán is tudjuk a játékunkkal realizálni. Összeérettebb, jobb lett a csapat, vagy most már érződik ez a pályán. A téli felkészülésnek is köszönhetően, mert az elmúlt néhány együttöltött hónapnak köszönhetően. Több összetevős ez a dolog, egyrészt mélyebb kondicionális munkát végeztünk, a másik kezdenek kialakulni azok a rendszerek a támadó és védő játékunkban, ami az általam megálmodott modellnek a vázát jelenti, és hát úgy gondolom, hogy azok a hullámvölgyek, amik eddig mindig bebeütöttek, talán egyre kevesebbet jelennek meg. Lehet érezni az ellenfeleken, hogy úgy léptek pályára, hogy csak nagyon ne kapjunk ki? Én inkább úgy fogalmazom, hogy az első kör után ugye kicsit meglepetést okoztunk, és mindenki nekünk esik a mai napig, tehát bármilyen pozícióban van az ellenfél, az első 10 percben nekünk esnek bátran és markánsan, de aztán valahol eddig lekopogom, helyreállt a világrendje, és normálisan tudtunk nyerni. Zsinórban 9 olyan mérkőzésen van túl a csapat, amilyen nem kopott ki, ebből hetet megnyert, úgyhogy idegenben léptetek pályára, ráadásul 7-szer. Azért most, hogy telnek múlnak a fordulók, egyre inkább lehet hallani azokat a hangot, hogy a Kisvárda mégiscsak bajnok esélyes. Mennyire osztod ezt, és mekkora terhet róhat ez rád és a csapatra? Matematikailag igen, tehát minden lehetséges, sőt, én az utolsó mérkőzés értékelésnél tettem egy olyan mondatot a csapat előtt, hogy míg a nyár közepén az volt a fő célunk, hogy egy nyugodt bennmaradás, akkor itt cseréljünk fogalmakat. Legyen egy izgalmas és egy dobogóra kerülés. Tehát, hogyha az öltözőbe újabb szlogent vagy célkitűzés kellene felén, akkor legyen ez. Nyilván, hogy egy irreális cél az mindig megrokkantja vagy összeroppantja a csapatot. Én úgy gondolom, hogy a szakmai vázunk megvan. Hogy mentálisan hogy fogjuk tudni elviselni a hátralévő és egyre nehezebb feladatokat, az rajtunk is múlik. Tehát megvannak nekünk a hétköznap minden nemű és szférájú problémái, mikrosérülés, egyetemi főiskola elfoglaltság, egy kicsit feszített tempóban ugye másként viselik el a feladathelyzeteket, társas kapcsolatok megfáradnak, egy kicsit megromlanak, ezeket mind kell kezelni, nem is könnyű ez a dolog. Annak érdekében ténykedünk, hogy itt valahol a mindenkori hétvégén látható céljainkra kihegyezzük magunkat. Említetted, hogy nehezebb, egyre nehezebb meccsek jönnek, hát most hosszú idő után játszik otthon a csapat, viszont egy könnyűnek tűnő ellenfél, az utolsó előtti helyezett Örkény érkezik majd, hát ez gondolom abszolút a kötelező győzelem kategória. Mindenképpen meg akarjuk nyerni, tehát ránk is fér utána egy szusszanás van, mert nincs forduló válogatott program miatt, aztán bele fogunk csapni megint egy nehéz meccsbe, ez a Hajdunánás lesz, akik nem titok, de meggyaláztak bennünket otthon, van miért készülnünk azt követő héten, utána megint van egy hétszünet, és utána jön igazán a sűrű végjáték. Az MLS megyei igazgatóság a hagyományokhoz híven díjazta az előző esztendő legjobbjait. A következő percekben a legjobb férfi játékost és a legjobb női edzőt hallhatják. 2015-ös évet tekintve, a teljesítményed tekintete lettél a megye legjobb futballistája. Mit jelent számodra ez az elismerés, és minek tulajdonítod? Először is egy nagy elismerésnek számít ez a díj. Nyilván ez egyéni elismerést jelent, de ez sok mindenkit tükröz, sok edzőmet, sok csapattársamat, vezetőket, akik megadták a bizalmat és segítették a pályafutásomat. Az elmúlt év nyarány csapatot váltottál, hogy érzed, hogy jött be a váltás?
Mindenféleképpen pozitívan, úgy érzem. Nagyon jó csapatba kerültem, ahol mindent megadnak ahhoz, hogy az ember fejlődjön, élvezze a futballt, és emellékesen nagyon jó a társaság is. Talán lehet azt mondani, hogy az ősz egyik meglepetés csapata a megyében a Sényő volt. Milyen tavaszra lehet számítani ezek után, hiszen talán az ellenfelek még az eddiginél is jobban figyelnek majd rátok? Ez nyilván ez így van, fejtó újonc csapat vagyunk. Hát a téli felkészülés sajnos nem úgy sikerült, ahogy mi terveztük, nagyon sok sérültünk van. Hát vannak távozók, érkezők is, nyilván meglátjuk, hogy fogunk összeállni, de reméljük egy ilyen ősz sikeresen végig tudunk hajtani. A futball sokan még mindig férfias sportáként tartják számon, mekkora ismét egy hölgy számára az, hogy ebben a sportákban az elmúlt évi eredményi teljesítmény alapján az év legjobbja lehetett. Nagyon szépen köszönöm ezt a díjat, hogy én kaptam ebben az évben. Nagyon sokat teszek ezért a női sportért, mint játékos és mint edző. U15-ös bajnokságban is szerepeltettem a lányokat, a felnőtt bajnokságban is játszunk. Hát elég nehéz a női mezőnybe, mint edző, női edzőként meglenni, tehát próbálkozunk, hogy haladjunk, aztán minket is elismerjenek, mint edző. Egyébként mennyire nehéz lányokat toborozni ennek a sportágnak? Hú, rettentően nehéz. Ez a női foci még ezen a környéken nem annyira elterjedt, így hát Ukrajnából is próbálunk játékosokat szerezni, inkább utánpótlás szintűeket tudunk. A felnőtt bajnokságban pedig az a baj, hogy a pesti csapatok, ők hát elviszik tőlünk ezeket a játékosokat, akik tehetségesebbek. Milyen 2016-os esztendőre számít, azt mind a csapatai szintjén, mind egyéni teljesítményeket várva? Hát a csapattal szeretnénk a harmadik helyen megmaradni mindenképpen. A felnőttel, az U15-ös csapatunk, hát ők második-harmadik hely között szoktak ingadozni. Próbálunk minél jobb eredményeket elérni, csak hát elég nehéz. A felnőtt csapatunk, ők dolgoznak, mellette edzeni, meg még a meccsekre is eljárni. Pénteken vannak a meccseink, ami még munkaidőbe is esik, úgyhogy így elég nehézen megoldható, de hát reméljük, hogy megmarad ez a harmadik hely, és akkor azzal már elégedett leszek. A világnak vannak olyan részei, ahol a női foci nagyon elismert és nagyon népszerű. Neked vannak esetleg komolyabb terveid ezen a pályán? Hát már nincsenek. Még fiatal voltam, addig voltak. Sajnos nem sikerült a válogatottság. Megszűnt a csapatom is Debrecenben pont abban az időszakban, úgyhogy így már a megyében maradtam. Itt próbálom toborozni a minél ügyesebb gyerekeket, és most is van olyan játékosom, akit már Debrecenbe küldtem el, ott fog most már játszani, kiemelt bajnokságba, úgyhogy inkább már őket szeretném támogatni. Erre is gondoltam, edzőként viszont még a pálya elején tartasz, úgyhogy ott rengeteg lehetőség van. Hát igen, még rengeteg a lehetőség. Abban bízom, hogy hát ha közelben is lesz majd B-licences képzés, és akkor oda is el szeretnék menni. Most egyenlőre csak Telkiben van erre lehetőség, ami messze van, és így azt nem tudom vállalni. Egy vereséggel és egy győzelemmel zárt a legutóbbi két meccsét a nyíregyházi kosársuli Farkasinszki Gyuláni együttese Szegeden 77-74-re kikapott, majd Kecskeméten 85-75-re győzött. Kezdjük az első szegedi meccsel, mi hiányzott a sikerhez? Egyetemen az összhang, a csapatmunka, nem tudtunk egymásért küzdeni, nem volt meg az, ami ugye a nemzetvédelmi ellen megvolt, hogy mindenki pontot tudott dobni, mindenki ugyanaz a lendülettel, elánnal küzdött és hajtott. Itt ugye megint átmentünk két személyes csapattal, tehát itt a Dia és az Orsin kívül ugye 2-4 pontokat sikerült a többieknek dobni, és az volt a fájó ebbe az egészbe, hogy teljesen mindegy, hogy mit támadtunk, mit védtünk, a csapat az semmilyen szinten nem akart összeállni, olyan elemi hibákat védettünk, amit úgy gondolom a gyerekkorosztályban igen szabad, tehát 100%-os zicsereket úgy hagytunk ki, hogy közben még lépéshibákat is vétettünk. Hát én úgy gondolom, hogy ez egyértelműen a nem odafigyelés, a nem koncentráció volt ez a mérkőzés. Na most az, hogy ugye a játékvezetők nem egészen azt a stílus képviselték, amit kellett volna egy mérkőzésen, ez egy másik dolog, tehát hogy ezt mindenki ugyan tudtuk, hogy azért idegenben úgy kell oda menni, hogy azt a bizonyos és hazai pályát azért azt mindenféleképpen tudni kellett volna nekünk megoldani.
Tehát ez az, amit itt nem sikerült megoldani. Pontatlanok voltunk minden tekintetben, nem volt meg az a küzdés. Az is igaz, hogy nem tudtunk lemenni teljes csapattal, ugye ez volt az a mérkőzés, amit kisebb-nagyobb húzavona előzött meg, tehát ugye egyértelműen Szeged megpróbált olyan helyzetbe hozni bennünket, ami sikerült is, mert hogy itthon kellett hagynunk olyan játékosokat, akik dolgoztak, volt önök ugye iskolában volt és nem engedték el, tehát így fel kellett töltenünk az utánpótláskorú játékosokkal ezt a mezőnyt, ami ugye még látszik, hogy nagyon tehetségesek, nagyon ügyesek, de még nem igazán bevethetők ilyen szintű mérkőzésen. Mi változott meg 3-4 nap alatt a kecskeméti meccsig? Valószínűleg, hogy nagyon sokat segített az, hogy ugye visszahoztunk egy régi játékosunkat, ugye, mert a kis Gabi annó annak idején itt nyíregyházi színekben, hogy ő alapvetően debreceni születésű, hogy a nyíregyházi színekben ő nagyon sok kellemes kosármérkődést és percet okozott már ennek a mi közönségünknek. Ugye ő nagyon sokáig a nyíregyházi főiskola színeiben kosárlabdázott NB1B-be is még. Most ugye nem volt csapata, és úgy gondolta, hogy szeretné még magát kipróbálni, és ugye megpróbálta, hogy hát ha az ő vérmérséklete, temperamentuma talán ráragad az egész csapatra, és egy új igazolás, kicsit felfrissíti, megmozgatja ezt az állóvizet, ami körülöttünk most éppen van. Úgy néz ki, hogy ez sikerült, mert azok a játékosok, akik eddig az nem nagyon vállalkoztak, most azért elkezdtek dolgozni, és nagyon jól működött is ez körülbelül 3-4-en keresztül, aztán ugyanúgy kicsit beleulultunk, belefásultunk a mérkőzésbe, elhittük, hogy ez a 20 pont különbség ez már bőven elég ahhoz, hogy mi mérkőzést nyerjünk, és a negyedben azért kicsit megizzadtunk, mert ott azért voltak olyan szituációk, amikor perceken keresztül nem tudunk pontot dobni, de jöttek ugye a rutin játékosaink, és ugye azokban a szituációkban, azokat a helyzeteket, amiket kellettek, bedobtak, és így hál' Istennek sikerült ezt a mérkőzést is megnyerni. A hétvégén egy szolnoki túra vár a csapatra, ez könnyebb kategóriába tartozik, már csak a két csapat tabellán elfoglalt helyezését nézzük. Igen, főleg úgy, hogy a szolnok is azért több szinten is kell, hogy képviseltesse a játékosai, tehát neki is zömében utánpótáskorú játékosai vannak, nekik is ugye ott van a kadett mérkőzések, ahol ugye az országos döntőbőtárs a cél, tehát hogy ott helyt kell állni, és vannak idősebb játékosaik, akik már sajnos megsérültek. Hát úgy gondolom, hogy ez a szolnoki mérkőzés az, ami nem okozhat gondot és problémát, megpróbáljuk itt ugye mindenféleképpen a fiataloknak több játék lehetőséget adni, hogyha szükség van rájuk, akkor a keményebb csapatok ellen is tudjuk majd őket a későbbiekben játszhatni. Érvényesült a papírforma, pont nélkül tértek haza Szegedül a nyíregyházi tekézők. Az öt világbajnokkal felálló házigazda 8-0-ra verte az NTK-t. Mindenképpen úgy mentünk oda, hogy le kell tudni ezt a mérkőzést, érezzük jól magunkat úgy a pályán, az eredményben, mint maga az út során. Abszolút jó hangulatba érkeztünk, és tényleg a totális esélytelenek nyugalmával léptünk dobóállásba, főleg annak tudatában, hogy előtte levő héten a szegediek egy hihetetlenül nagy bravúrral győzték le hazai pályán a horvát Szapracis csapatát, és ezzel a bajnokok ligája 4-es döntőbe jutottak, és amikor megláttuk a rajtlistát, hogy az akkori bődületes eredményt nyújtó szegedi csapathoz képest egy játékost cseréltek, akkor már láttuk, hogy igenis komolyan veszik ezt a mostani mérkőzést is. Nem azt lehet mondani, hogy attól tartottak, hogy megszólítjuk őket, hanem mindenképpen ők a tisztes komoly eredmény elérésé próbálták kitűzni célul, és azt lehet mondani, hogy így volt rá lehetőség, hogy nyugodtan tudjunk játszani. Hozzáteszem, hogy a Szegő Levent és a Hakker Dezső nélkül kellett elutazni Szegedre, és emiatt a Magyarorsi Péternek a válsérülésével, illetve a Szlovenszki Tóbor válsérülésével vállalnia kellett a játékot. Jó magamnak az edzésen tért problémáim akadtak, de hát azért mondom, hogy több sebből vérezve, de mégis úgy voltam vele, hogy játszunk és egy tisztességes eredményt próbáljunk meg kicsikarni, és úgy gondolom, hogy a lehetőségekhez képest még akár azt mondom, hogy többet is sikerült elérni, ugyanis hozzáteszem, hogy majdnem minden játékosunk szerzett egy-egy belső szetpontot, ami már önmagában nagy bravó szokott lenne a szegedi katlanba, és lehet mondani azt, hogy kaptunk tapsot a hazai közönségtől egyes részeredmények után, úgyhogy azt lehet mondani, hogy mindenképpen elégedetten távozhattunk a 8-0-ás vereségünk ellenére, és hogyha azt nézzük, hogy a 3400 feletti csapatfát tudtunk produkálni ezzel a nem teljesen legerősebb csapatunkkal, akkor mindenképpen ezzel is elégedettek lehetünk. Ezzel a meccsel véget ért az élcsapatok elleni sorozat. Most következik egy kis szünet a bajnokságban, de ettől függetlenül Nyíregyházán lesznek nekem mérkőzések.
Jelenleg most hétvégén valóban egy kis pihenés következik, válogatott mérkőzések miatt. Az azt követő hétvégén azonban a területi egyéni döntőn vesz részt a Nyíregyházi Teke Klub, és hosszú évtizedek óta Nyíregyházán lesz ez megrendezve, úgyhogy ez egy külön öröm számunkra, hogy megkaphattuk. Természetesen köszönhető nem csak a csapatnak a szuperligás helyeinek köszönhető, hanem mindenképpen a megújult lemezes pálya miatt is végre megkaphattuk ezt a rendezést. Hozzáteszem, hogy 44 játékos fog idejönni hozzánk az észak-kelet-magyarországi régióból, ez 5 megyét érint. Nagyon nehéz lesz a továbbjutás. Jelenleg, mint tudjuk, 11 játékos fog majd továbbjutni az országos vidék döntőbe. Hazai pályán azt lehet mondani, hogy különösen nehéz lesz számunkra, mert azt lehet mondani, hogy egy kicsit nagyobb kihívás is lesz, hiába ismerjük jól a pályát, attól függetlenül oda kell majd tenni magunkat, és azt lehet mondani, hogy mindenképpen be kell majd bizonyítani azt, hogy nem véletlenül vagyunk szuperligások, és hozzáteszem, hogy a tavalyi Bátony-Terenyei továbbjutók között 5 nyíregyházi volt, hát most is szeretnénk 5 vagy akár 6 nyíregyházi játékost továbbjuttatni, természetesen jó eredménye az országos vidék egyénire, ami nagyon nehéz lesz majd tudva levően az ide érkező játékosok névsorából. Borsodabói Zemplén megye csapata nyerte a katasztrófa védelmi igazgatóságok számára kiírteke versenyt. A második helyen a rendező Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei együttes végzett. Nagy örömünkre szolgál, hogy én már 6. alkalommal az Országos Katasztrófa Védelmi Sport Egyesülettel közösen rendezhetjük meg a katasztrófa védelmi országos teke bajnokságát. A kezdeti időszakban még nem volt ilyen nagy érdeklődés, 3-4-5 csapat jelentkezett, de mostanra ez kinőtte magát ez a verseny, és így már 11 csapat jött el erre a versenyre, megmérheti magát mind egyéniben, mind pedig csapatban. Milyen színvonalú a verseny? Vannak olyanok, akik valamikor üzték, vagy most is űzik esetleg amatőr szinten ezt a sportágat? Látszik némelyik embernek a mozgása, hogy nem először van a golyó a kezében, és hogy már vagy régebben, fiatalkorában sportot, vagy még mindig üzi ezt a sportot amatőr szinten. Vannak azért olyan kollégák is, akik látszik, hogy valóban nagyon kezdő szinten vannak. Milyen esélyekkel léptek dobóállásba a hazaiak? Mi mindig a dobogón szeretnénk végezni, de hát az nem a győzelem a fontos egy ilyen alkalommal, hanem inkább a részvét, az, hogy találkozunk egymással, barátságok kötődjenek, ismeretségek kötődjenek, annak érdekében, hogy majd, hogyha egyszer élesben kell beavatkoznunk, akkor már ismerősként tudjuk egymást üdvözölni, és így jobban fog tudni végrehajtásra kerülni a beavatkozás is. De egyébként nagyon nagy jelentősége van a fizikumnak a megőrzésében, tehát a tűzoltóink azért jöttek el erre a versenyre, mert érdekli őket a sport, érdekli őket az egészségük, és hát az az igazság, hogy nekünk szükségünk is van arra, hogy hosszú távon megőrizzük az egészségünket, mert nagyon sokáig kell még a hivatásunkat gyakorolni. Ezen a mai rendezvényen amatőrök dobnak, de hát vannak itt olyanok is, akik már megfordultak játékosként ebben a csarnokban, ha minden igaz, önnek is van egy jelentős múltja tekében, milyen? Egy 20 éves múlttal bírok, szuperligától kezdve az NBA egyik, sőt elmondhatom, hogy 2 nemzetközi megmérettetésen is részt vettem az elmúlt időszakban, viszont ezt a kezdeményezést, ami már úgy néz ki, hogy hagyományként kerül megrendezésre a Nyíregyházi Teke Klubban. Ezt nagyon dicséretesnek és nagyon jó szándéknak tartom, hiszen egyre többen vagyunk az elmúlt időszakhoz képest, amikor egy 4 csapat részvételével zajló sportrendezvényről beszélhetünk. Most azért 11 csapat méreti meg a tudását, a lelkesedését beleadva, és igen sportszerű küzdelemmel azt gondolom, hogy egy nagyon kellemes napot tölt. Így együtt. Pici nyomás jelenti ilyenkor, hogy azért aki ismeri a tekében a múltját, az gondolom azt várja, hogy megnyeri ezt a versenyt. Határozottan azt kell mondanom, hogy igen. Abszolút érzem is magamon, és hát nyilván szeretnék is teljesíteni. Az elmúlt időszakban egy nagyon szép kis ajándékot tudtam innen hazavinni, mivel hát csak 4 csapat lévén megnyertem azt a rendezvényt és azt a rangadót, de mai nap Pig szívesen tekintek arra a kis emléktárgyra, amit innen haza tudtam vinni. A sporton kívül milyen hozadéka van egy ilyen rendezvénynek, hiszen olyanok találkoznak, akik azért az ország különböző pontján élnek. Abszolút csapatépítő jellege van, és örülünk minden egyes ilyen megmozdulásnak, hiszen egyre szélesebben, egyre több rétegben ismerhetjük meg egymást, egymás munkáját, és tényleg itt nem csak a vezetők, hanem a szervezetnek bármelyik szervezeti egysége, szegmense megjelenik egy-egy ilyen sportrendezvény kapcsán.
Ennyi fért a mai sportszeletbe, találkozunk egy hét múlva. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra!